Petri György, a Dunánál. Szép nagy folyam ez. Több rokonomat belelőtték. Úsztak lótetemek hullák 44-ben, szovjet hadiszállítmányok később. Jött azután bős nagymaros, így azután elúszott a Duna is. Kedves Attila, Duna nincs már. Hol vagyunk már attól, hogy dinnyehéj? A szar úszik, durva ipari szenny. A te Dunád már nincs, gyors forgalmi út. Nem lehet, nem érdemes már oda menni. Duna almás sincs már, ahol oly sokat ültünk majával a zúgónál. Ez egy hajdan volt vízimalom környéke, ahol észszerű mértékben duzzasztották a vizet. Döjfös víkend falu lett. Új gazdagok lepték el. Úri tahók. Csupán a temető. Az még olyan, amilyen volt. És még mindig ott van Csokonai Lillájának a sírja. Ha csak el nem lopták temető fosztogatók, a sírkőrablás már a úgynevezett húzó ágazat lett. A múlt századi szép álmok, Duna konfederáció. Értelmesek voltak. Épp ezért elvetendőek. Térségünkben soha nem tengett túl a racionalitás. Észszerű megbékélésre semmi remény. Hosszú távon fognak vegetálni növekvő nyomor közepette a nemzeti tébolydák. De azért én azt mondom, hogy nem. Hagyjunk már végre föl a reménnyel. Lehet élni hit és perspektíva nélkül. Már Horácius is megmondta. Carpe diem. Vagyis éljünk egyik napról a másikra. Jövő nincs.